Tisztelt jelenlévők, elnök asszony, polgármester úr, plébános úr, kedves felsőszeli csemadoktagok, tisztelt felsőszeliek! Engedjék meg, hogy a Csemadok országos elnöksége a Csemadok galántai területi választmánya nevében én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem önöket, mutatom így nyugodtan felsőszeli tán részünkre, számunkra mai naptól egyik legjelesebb helyén, annál az emlékműnél, amely azt hirdeti, hogy 60 évvel ezelőtt itt felsőszeliben is megalakult egy olyan közösség, amely, ahogy Piroska itt az emlékező beszámolójában elmondta, igyekezett mindent megtenni azért, hogy itt önök meg tudjanak maradni felsőszeliben, elsősorban embernek, és ez mellett magyarnak. Én ezért a Csemadok országos és galántai járási vezetése nevében őszinte köszönetet mondok. Piroska nagyon fontos dolgokat mondott el a beszámolójában. Ha nem haragszanak meg, személyeskedek egy kicsit. Nagyon jó volt valamikor, amikor elvittek ide Dögösre, és a bocsi-bocsi tarkát láttuk. Mi apró kisiskolás gyerekek, én akkor éppen első osztályos voltam, de még ma is előttem van az, amikor ott a kocsma hátsó helyiségében a János vitézt hallhattuk, láthattuk apró gyerekként, és nem is egyszer. De az idő haladt, és felemelő érzés volt itt szerepelni az iskola udvaron, a különböző kulturális eseményeken is kisdiákként. Majd később én nagyon szépen köszönöm felsőszeliek, hogy büszkén lehettem felvidéki, büszkén lehettem mátyusföldi, büszkén lehettem galántai járásbéliként, és részben felsőszeliként, hisz valamikor úgymond a gólya és nem a vonat hozott ide ebben a faluba engem is, és én, ha igaz az, amit Móricz Zsigmond írt egykor, hogy az élete első 4 évéből építkezik az ember, hát én felsőszeliben éltem le az életem, nem csak az első 4, hanem ha pontosan számolom, a 2-szer első 4 esztendejét, és higgyék el, nagyon jó első érzés volt ott lenni valamikor felsőszeliekkel együtt Tapolcán. Felemelő érzés volt szerepelni ott a főtéren, a híres városban, ahol a holnap utáni naptól kezdődnek a híres hétnek az eseményei. De felemelő érzés volt az ópusztaszeri szereplés, és akkor nem is beszélhetünk a budai várról. Vagy ha csak azt mondom, hogy jó volt ott Kisbaconban, jó volt Baróton, ugyan kicsit féltünk a csík-szeredai csodálatos létesítményben, hogy majd a szellemek fognak-e meg bennünket, vagy esetleg valaki más, gondolták a hölgyek, de mindezt a csemadoknak köszönhették itt a felsőszeliek elsősorban, és nem kis mértékben azt is, hogy nem kevés fiatal hirdethette azt, amit itt Piroska is mondott, ott a Tamási Ároni sír emléknél is, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Én őszintén remélem, hogy amíg világ a világ meg egy nap, a felsőszeliek itt, felsőszeliben lesznek itthon, még hogyha sokan ezt a mi hazánkat el is akarják tőlünk orolni. Én nagyon szépen köszönöm azt, hogy 6 évtizeden keresztül a felsőszeliek mindig tudták, hogy hol a szívük, és épp ésszel gondolkodtak, és nem csak gondolkodtak, nem csak magyarázták, hanem művelték a csodát. Mindezért őszinte köszönöm. Sokszor elhangzik, hogy a csemadok csak dalolt és táncolt. Ha a csemadok csak nem dalolt és táncolt volna, akkor bizonyára még jóval kevesebben lennénk itt ma, és ide az iskolába bizonyára már nem is biztos, hogy járnának esetleg a mi édes anyanyelvünkön beszélő, tanuló gyerekek. Higgyék el, jól eső érzés volt ott lenni Kölcsei városában, vagy Zsida Jenő városában, Szatmárnémetiben, a Határtalan Tantárgy versenyen, de ugyanúgy Baróton, vagy Sepsiszentgyörgyön, ahol kiválóan szerepeltek a felsőszeli gyerekek, és a falu jó hírnevét öregvédették, és ezt az eseményt is
a mi kulturális szövetségünk, a Csemadok szervezte, rendezte. Tizennéhány évvel ezelőtt önök, felsőszeriek ott álltak velünk együtt a tereken, és igyekeztünk mindent megtenni azért, hogy az édes anyanyelvünkön tudjunk továbbra is beszélni, tanulni. 11 esztendővel ezelőtt, június közepén ott voltunk esős délutánon a Galánti Kultúrház előtt, és az iskoláinkért harcoltunk. Őriztük, igyekeztünk védeni azokat az iskolákat, amelyek a szószoros értelmében akkor nem is a miénk voltak. Kedves felsőszeriek, most az iskola igazán a miénk, és rajtunk is múlik, hogy a miénk is maradjon, és ott az igét a legszebb nyelven, az édes anyanyelvén, magyarul tanulás, a magyar nyelven tanulhassák a felsőszeri kisebb és nagyobb diákok egyaránt. Szeptember 1-én Dunaszerdahelyre hívnak bennünket, ugyan sokan mondják, hogy a mai világban az, amit egyesek elképzeltek, az nem valósulhat meg, hogy a nyelvtörvénynek a béklyói nem lehetnek valósak. Én szintén azt vallom, hogy valóban az a nyelvtörvény nem fog megvalósulhatni, de ha csak beszélni fogunk róla, és esetleg gondolván azt, hogy hát úgysem merik megvalósítani, és nem megyünk el Dunaszerdahelyre, higgyék el, megvalósulhat nagyon sok minden belőle. Tehát én tisztelettel kérem a felsőszerieket, hogy abban az esztendőben, amely esztendő a nemzeti kisebbségek nyelvének az évévé lett hirdetve az Európa Parlamentben, ahol a mi nyelvünk a többi Európa Uniós állam nyelvével egyenlő. Tehát nincsenek egyenlőbb nyelvek. Mi, ahogy itt elhangzott sok esetben az ország vezetőitől, hogy standardon feletti jogaink vannak. Mi nem akarunk standardon feletti jogokat, csak ugyanazon jogokat akarjuk, követeljük, ami az ország úgymond többségét megilleti. Semmivel többet, de a magunkét nem hagyjuk, nem engedjük. Úgy, ahogy Zsira Jenő említette, írta egykor, mindig magunkért, soha mások ellen. Másért nem akarjuk, de a miénket nem hagyjuk. Úgyhogy én nagy tisztelettel kérem a felsőszerieket, hogy abban az évben, amikor a legnagyobb nyelvészünkre, Kazincire emlékezünk, ne feledjük azt, és ne engedjük azt, hogy a mi nyelvünket elvegyék tőlünk. Abban az esztendőben, amikor kulturális szövetségünk megalakulásának a 60. évfordulójára is emlékezünk, tisztelettel kérem én a felsőszerieket is, úgy ahogy eddig tették a 6 évtizeden keresztül, végezzék azt a munkát, amit ránk bíztak az ősök, elődök, őrizzék a fákja lángját, adják, vigyék tovább. Én örülök annak, hogy nagyon sok fiatal is itt van közöttünk, és a felsőszeriek a különböző események, rendezvények során őrzik, ápolják, védik és továbbadják a mi népi, nemzeti kultúránkat. Kívánom azt, hogy ez az emlékmű itt sértetlenül, ahogy már a legelején is mondtam, amíg a világ, világ meg egy nap itt álljon, és hirdesse azt, hogy felsőszeriben tisztességes, becsületes magyar emberek élnek. Engedjék meg, hogy befejezésül a Csemadok Galántai területi választmányának az elismerő oklevelét is átadjam a Csemadok Felsőszeri Alapszervezetének, szövetségünk megalakulásának 60. évfordulója alkalmából, azért az önzetlen tevékenységért, melyel jelentős mértékben hozzájárult magyar népi nemzeti kultúránk őrzéséhez, ápolásához, fejlesztéséhez, továbbadásához. Őszintén remélem, hogy ez továbbra is így lesz, és engedjék meg, nem a reklám helye, de mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel hívok, a remélem nem kis mértékben felsőszerieknek is köszönhetően szeptember 16 és 20-a között szövetségünk megalakulása 60. évforduló alkalmából sorra kerülő 14. Kárpát-medencei Magyar Kulturális Napok eseményeire, melynek nem kis része éppen itt felsőszerében zajlik már. Még egyszer őszintén köszönöm, hogy itt lehettem, őszintén köszönöm, tiszta szívből köszönöm, hogy önökkel együtt emlékezhetek Kulturális Szövetségünk megalakulásának a 60. évfordulójára. Isten éltesse a csemadokat és önöket is!